a vaddisznó és a vadmalackái. Fenn a magas hegy tetején, az árnyas bükkösben élt egy vaddisznó mama hat, folyton röfögő, elégedetlen kis vadmalackájával. Ó, mennyi gondja volt a vaddisznó mamának! Egész állónap perelnie kellett a kis haszontalan röfikékkel, mert azok bizony sohasem akartak szót fogadni neki. Amíg kicsikék voltak, nem volt túl sok gondja velük. Minden reggel és este szépen megitták a jó langyos tejecskéjüket, de aztán, hogy múltak a hetek és hónapok, már nem volt elég nekik a tej, hanem egyéb finom földi dolgokra is kezdett fájni a foguk. Történetesen abban az erdőben csak egyetlen nagy tölgyfa állott, ez hullatta az ő kedvenc csemegéjüket, a finom, ropogós kis makszemeket. A vadmalac csemeték egész nap ott anyáztak alatta, túrták a földet, keresték a lehullott makkokat, az ügyesebbek pedig állandóan orrukat feltartva nézték, hogy mikor hullik le egy-egy eltévedt makkocska. Egy délután, amikor a vaddisznó mamának éppen dolga volt az erdő szélen, a hat kis testvér összedugta az orrát, és a legidősebb vezérletével tanácskozást tartottak. Úgy látszik, most nagy volt az egyetértés közöttük, mert nem telt bele egy perc, és már is nekiláttak a fagyökerének. A legidősebb vadmalacnak az volt ugyanis az ötlete, hogy mit várakozzanak ők minden egyes magszemecskére sokkal jobb, ha kidöntik az egész fát, és akkor az összes makkot, ami termet rajta, mindegyszerre megehetik. Még szerencse, hogy a mamájuk idejében visszaérkezett az erdő széléről. – Ti szerencsétlenek! Mit csináltok? – kiáltott fel kétségbe esetten. – Kidöntitek a fát! – hiszed, akkor éhen fogtok halni. Arra nem gondoltok, hogy holnap is kell enni? Így, ha keveset is, de minden nap biztosan lehullott nektek a fa a makjaiból. Ám, ha kidöntitek, egy hét dínom dánom után éhen halhattok, mert több makfa nincsen az erdőben. Néhány nap múlva a vaddisznó mamának meg kellett látogatni egyik nagynényét a szomszédos erdőben alig húzta ki a lábát az erdőből, a kis haszontalanok hanyat homlok rohantak a fához. Hogy sürögtek, forogtak, délutára kidöntötték a fát, s aztán olyan lakomázást csaptak belőle, hogy egész dagatra tömték a bendőjüket. Látjátok, ugye, hogy nem volt igaza édesanyánknak, hiszen milyen jól laktunk, és még mennyi maradt rajta? ebből bizony még életünk végéig eléldegélünk, mondotta a legidősebb bölcs kis vadmalacka. Hát, ami azt illeti, el is éltek belőle, vagy hat napig, de a hetedikre már egy makjuk nem maradt. Éhesen szipogva csavarogtak az erdőben, de bizony egy fiamakkot annyit sem találtak sehol sem. Másnap reggelre mindannyian rettenetesen korgó gyomorral ébredtek. Még szerencse, hogy a legkisebbnek életre való ötlete támadt. Ha nem akarunk éhen halni, édesanyánk után kell mennünk. Édesanyánk biztosan megbocsátja, hogy engedetlenek voltunk. Meg azt hiszem, ha találunk még egy magfát, azt már nem döntjük ki.